Még versenyben van az olimpiai selejtező helyért a magyar férfi kézilabda válogatott a dán német közös rendezésű világbajnokságon. A csapat ma Norvégiával mérkőzik a vB középdöntőjében a további testérő negyedik hely sorsába még Egyiptom is beleszólhat. A csapat eddigi teljesítményéről és a további esélyekről Kovács Mihály korábbi válogatott kézlabdázóval beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogy tetszik ez a csapat? Hallottunk sok mindent, Lékai Máté mesélte, hogy a szurkolók nem, miket mondanak nekik. Én azt gondolom, hogy ez egy elég sok sérülést, sok sérültet, és ezért sok-sok cserét megélt csapat, és, és nagyon szépen vizsgáznak azért. Igen, ugye a mi játékunk a kézilabda azért egy nagyon ilyen sérülés veszélyes sportág, de alapvetően azt mondom, hogy nekem tetszik a társaság. Ugye most sok-sok fiatallal, akik megmutatták magukat, gondolok itt Máté Dominikra, Cita és egy elég vegyes összetételű korban, gondolom, összetételi társaság, nagy látszló élésfei, akik, akik azért a, a tapasztalatot képviselik, és, és ez, a, ez, a, vegyes összetétel, ugye ritkán fordul elő a kézilabdázásban, különösen nálunk, az elmúlt időszakban azért azt lehet mondani, hogy nem voltak ilyen fiatalok, akik, akik esetleg így beépítetők lettek volna. Tehát azt mondom, hogy maga a stílus, maga a szemlélet az nagyon-nagyon tetszik nekem. Nyilván a, a hozzáállás, is azt hozzáállás, hozzáállás, tehát küzdelem, nem voltak nagy arányú vereségek, az északi csapatok ellen is, azt mondom, helytálunk, és nekünk nagyon nehéz ezt a játékot, vagy nem tudom, ellen, valahogy ellenállni, ez a nagyon-nagyon rohanós játék, és ami mai napon is a norvégok elleni, erre kell fölkészülnünk, de hozzáteszem, tehát még egyszer, hogy hogy, hogy, hogy szerintem helytállnak szépen a fiúk. Nagyon sűrű a program, Ö, egymás után volt két meccs, is, aztán most szerencsére két nap pihenő. Nem is ez a legfontosabb amire most így szeretnék kicsit kitérni, Lékai Máté esetére, akinek ugye a, a párja ö, kisbabát szült, visszajött a két meccs között, pont a tunézi elleni meccs között, megint hazajött, most itt a két nap pihenő alatt. Hogyan lehet ezt bírni? Mert azért ő nagyon-nagyon sok ö, ö, minden cipelt a vállán, nagyon-nagyon fontos szerepe is motorja a csapatnak, visszajött úgy, hogy megvolt a baba, és aztán ő lett a legjobbja a csapatnak, tehát egészen elképesztő teljesítmény nyújt. Igen, én azt gondolom, hogy ezzel mindig föltöltődik a Máté egy picit. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség a mai világban, hogy így megadatik annak az embernek az, hogyha ilyen helyzetbe kerül, hogy a gyermeke megszületik, világra jön, hogy ott lehet esetleg abban a pillanatban, illetve ugye azokban az órákban, amikor hát a fiatal pár, a fiatal anyuka nyilván a családtól megkapja a segítséget, de mégis azért magad mellett érzi, érezheti a párját hazautazás, nyilván ebben ez nem egy egyszerű dolog. Hát hiszen azért ez fárasztó és most nem csak ez, egy hatalmas feltöltődés, de, de az ember feltöltődés. életében ugye csak néhány adatik ilyen meg, de közben egy elképesztő sorozatban van benne. Igen, Máti nagyon fontos személyélet játékos játékosa lett, mint a Veszprémek, mint a válogatottnak. Ugye egy olyan irányító, aki nem csak szervezi a játékot, nem csak helyzeteket alakít ki, hanem gólokat is képes lenni. Tehát, és azért is kell neki azt a lehetőséget megadni, ha már egy ilyen helyzet állt fönn, hogy ezt meg tudja tenni, még hogyha az az utazás fárasztó is, de azt gondolom, hogy, hogy viszont lelkileg úgy feltöltődik, és nem az a malomkerékbe, ott az állandó, ugyanaz a inger éri, hanem egy más inger éri, hogy, és nem véletlen, hogy amikor ilyen jól teljesített a tunéziai elleni mérkőzésen is, aztán talán hét gólt nőtt akkor, hogy, Igen. hogy, 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 hogy egy szárnyakat ad. Az az, egy felfokozatában adhat. Hát mert egy, mert egy, egy embernek egy életet, tehát a megszületik a gyerek, az egy csodálatos dolog, vagy egy párnak, és, és, és ez, ezzel nem csak hát, tehát biztos, hogy nem hátráltatjuk. Nem könnyű, még egyszer azt mondom, de tehát így lelkileg biztos, hogy egy óriási lehetőség. Mennyit segíthetett ez a két nap? Nagyon érdekes híreket is hallottunk, például az, hogy az orvosi stáb, amelyik elkíséri egy ilyen csapatot, és akkor jön ez az összevetés, hogy most sportról beszélünk, ami az egészség, de az élsport az már vajon mennyire? Tehát, hogy 50 millió forintot értékű felszereléssel mentek, hogy a rehabilitációt megoldják, hogy, hogy, hogy 50 kiló jeget kell abba a hatalmas medencébe, felfújható medencébe tenni, hogy regenerálják őket. Igen. Tehát hol van itt a határ az egészségesnek, és, 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 vajon mit lehet ebből kihozni? Hát a versenysport nyilván nem az egészségről szól. A versenysport a teljesítményről szól, ugye ezért dolgoznak, ezért készülnek fel a sportolók, nagyon jót tett a két nap, azt gondolom. Ugye ez a Balogh Zsoltinak a sérülése is mutatja, hogy két nap múlva ott is volt egy olyan lehetőség, igaz, egyik mérkőzésen nem játszott, de utána Ugyanek volt részleges egy részleges bokaszalaksz, bokaszalag, hát van. Egy sérülése, nem biztos, hogy elszakad, de, de hogy, hogy, egy olyan sérülése, ami pillanat alatt nem jön rendbe, de hogyha van egy olyan stáb, aki érti a dolgát, lehetőség van pihenésre, ilyenkor nyilván össze is, úgy mondom, drótozzák az embert, megtépelik, összeragasztják, tehát úgy rögzítik a bokáját, az ilyen apróbb sérülés, ilyenkor a kézilabdában sok ütközés van, tehát ilyen combsérülések, medvepuszinak hívjuk, vagy bármilyen ilyen, ami, ami, az embereknek egy olyan, vagy az izomzatnak egy olyan, olyan terhelést ad, ami meg pihenőre van szüksége, gyere, hogy gyerek regenerálni tudjon. Tehát ez a két nap arra nagyon-nagyon jól szolgált. Itt már nem valójában azt mondom, hogy tudunk mindent az ellenfelekről, Ö, nem a fizikális, ö, illetve azt mondom, a fizikális állapot fog ö, sokat jelenteni. Nem a taktika, mert a taktikával az edzők tényleg éjjel nappal felhasználva arra, hogy, hogy ők ö, fölkészítsék a saját csapatukat az ellenfélből, videóznak, elemeznek, a csapat mindenki megkapja a szembe lévő játékos, hogy tudja, hogy mit csináljon. De viszont az a rehabilitáció ez nagyon fontos, és azért, hogy ezek a stáb ott tudjon lenni velük, és ezen a két nap alatt fölkészítse őket, ez nagyon-nagyon ez jót tesz. Meg lehet-e venni Norvégiát? Ugye itt a legfontosabb kérdés, hogy elég gyors játékot, erről már beszéltünk, tehát nagyon-nagyon gyors játékot játszanak, nem lesz nagyon cserére a támadás a védekezés között, nagy Laci szerepe is ezért változott, nőtt és ugye kikerült szélre néha-néha, mi lesz most a norvégok ellen? Mivel lehetne megfogni őket? Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés technika hibát szabad elvéteni. Tehát azt mondom, hogy mindig jobb egy rossz lövés, mint egy ilyen labda eladás. Ugyanis a labdát, ha ellőjük, nem sikerül lövés, annak esetleg a kapusnak érte kell menni, vissza kell hozni. Ha pálya területén hagyjuk el a labdát, akkor átgázolnak rajtunk. Akkor esélyünk sincsen? Akkor nincsen. Tehát a statisztikák azt mondják, hogy 8 technikai hiba alatt maradni, akkor esetleg van esélyünk. Nyilván türelmesen és úgy eldobni a labdát, úgy befejezni a támadásokat, hogy mindenki tudja, hogy most a támadás befejeződött. Tehát nagyon fegyelmezett kész a labdára van szükség. A védekezésünk nekem tetszik, tehát a norvégok nem valószínű, hogy nekünk a felállt védelem ellen fognak tudni minket legyőzni. Ám azzal, hogyha mi esetleg a támadásban nem tudjuk úgy megszervezni a játékot, hogy kellene. Kicsit a játékunkban, igen, az átlövéseket hiányoltam az elmúlt időszakban. Tehát itt is az lesz, hogy hogy tudjuk megbontani a Nolvédoknak ezt a nagyon agresszív, egysoros védelmét, de látjuk, hogy most már nagyon sok csapat sokszor megnyitja a védelmet, 5 1 védekezést, németek, most a legutóbbi találkozás. Tehát föl kell mindenre készülnünk, akkor, hogyha esetleg. A, a magunkban tudjuk tartani a mérkőzést, ugye a az a tétje, hogy ők elődöntőbe tudnak kerülni, nekünk meg nyilván az a tét, hogy nem tudunk már a negyedik helyen jobbak lenni. De, de azt meg kell ne, tartani, de meg kell azt őrizni. Meg kell tartani, mert ugye az a Egyiptom Tunéziaval játszik, és hogyha ők nagy arányú győzelmet tudnak aratni, és mi esetleg egy, mi egy olyan vereséget szenvedünk, akkor ők, ők, utol tudnak érni, és a gól különbség fog számítani. Ugye a két akkor csapat között. tulajdonképpen az egyik tomjak előttünk játszanak, tehát ott már sok minden eldőlhet, akkor már tudunk számolni, ha esetleg kikapnának, amire azért nagyon kevés az esély, akkor ugye tulajdonképpen tét nélkül a mérkőzés, de ha nyernek, akkor pedig számolni kell, hogy milyen gól különbséggel. ugye most nekik mínusz 13, nekünk mínusz 1, és ezt kell valahogy megőrizni. Így van, így van. Jó lenne, ha nem kéne számolgatnunk. Én, én bízom benne, sőt, gondolom, hogy azért, mert az Egyiptom, Tunézia, ez a két afrikai csapat, nem, nem tudni, hogy ők egymás ellen milyen eredményeket tudnak produkálni. Ismerik egymást, ismerik a saját kézilabda stílusukat, ugye ez a nagyon nyitott védekezése sokszor az afrikai országok, itt ezek a, a nemzetek így játszanak, tehát egy... egy úgy mondom, egy ilyen európai kézilabdának kellemetlen stílus tudnak mu mutatni. Az északi kézilabdában, a mi mérkőzésünkre gondolva, ott meg ez a nagyon-nagyon gyors leronások, 4-5-6 másodpercen belül befejezik a támadásokat, tehát nekünk meg erre kell majd nagyon fontos. Még egy gyors kérdés, Igen? itt a végén mennyire fogja bírni ezt a lelki terhet mondjuk a csapat, mennyire jók ebben is, mennyire összetartó csapat abban, hogy ezt igényes és kezelni tudja? Szerintem jól fogják tudni kezelni. Ez látszott a többi mérkőzéseken is, akár a dánok ellen, akár a svédek ellen, tehát nem omlottunk össze, hasonló stílusú kézelabdát várható ma, nyilván más tétekkel, de nekünk is azért nem babra megy a játék. Így legyen, megnézzük, reméljük, hogy sikerül majd azt az eredményt elérni, amit tovább viszünk. Köszönöm szépen itt. Vagy. Én is köszönöm a meghívást.